Kecskeméti Gyurit ugye először hírből ismertem, én még lementem egyszer autostoppal Balatonból is, kalandos kedvembe, mert hallottam erről a kápolna származókról, de se a kápolnát nem találtam meg, ezen besötétedett, ott a héten valami. Pedig azért egy kápolnát felismerni. Hát ilyen, de igen, de hallottam. A lényeg az, hogy nem jött össze, viszont egy pár évre rá, meg is beszéltük személyesen is, méghozzá ő a Dunaújvárosi Dalsőbe volt egy vastagrász művésztelet, és ott találkoztam újra Galántai Gyurival először. Nagyon szellemes dolgokat csinált, ott is láttam meg a munkáit. Félt lépő című szobrát akkor csinálta például, meg ilyen mobil hang, zene hangokat adó szobrokat csináltam az időket. És hát később aztán az FMK-ba is találkoztunk, illetve hát a Gyuri az én szememben zseniális szervező művész is volt, amellett kiváló képzőművészként volt ismert. Zseniális szervező művész volt, és volt egy olyan képessége, hogy mindig helyzetbe hozott mindenkit, aki az útjába került, többek között minket is hívott a Kavelini vendégeként itt volt, és benne csinálnánk Kavelinivel kapcsolatban valamit, mit üzennénk, akkor csináltunk a Lacához ezt a egyszerre több műnyelven való beszélgetést, amit ugye a Gyuri Arnum azóta is őriz, és hát ez a dolog, hogy mindenkivel, akivel összefutott, és amit ő éppen valamit csinált, vagy valamilyen szervezésben volt, akkor azt rögtön meg tudta osztani, vagy rögtön mozgásba hozta, kérte, hogy küldjetek ugye ezt a levél, mélártos témát, mindig értesített, hogy ide küldjetek mélártot, vagy oda le. Tehát ilyen szempontból akárhányszor találkoztunk vele, majdnem mindig valamilyen közös szereplésben. Úgyhogy én is hát nagyon örülök, hogy az életemben ugye összefogott a sors Galántai Gyurival, hogy egy a magyar szellemi élet egy legendás alakja.